A november elején bekövetkezett tűzeset óta a Tamási Termálfürdő közösségi oldalán egy rövid tájékoztatás olvasható, a fürdő beláthatatlan ideig zárva tart. A település polgármestere hangsúlyozta, hogy a tűzvizsgálati eljárás lezárultáig nem tudnak biztosat mondani, de nagy valószínűséggel elektromos hiba volt a tűz forrása. Az elmúlt héten a katasztrófavédelemnek a tűzkár szakértője volt a helyszínen, ezt követően pedig a biztosítónak a kárszakértője is megvizsgálta a fürdőt. Újabb szakértők bevonásával folynak majd a feltáró munkák, emellett pedig statikus vizsgálja az épület szerkezetének esetleges károsodásait. Nagyon úgy tűnik, hogy az épület szerkezete az egyben maradt, és a tetőszerkezet ugye jó egyharmada égett le, tehát annak a káreseménye, annak a kárfelülete a legnagyobb. A káreseménnyel kapcsolatban Süli János, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videó üzenetben köszönte meg az oltást végzők munkáját, és biztosított mindenkit afelől, azon dolgoznak, hogy hamarosan újra látogatható legyen a fürdő. Ennek az uszodának az önök életében tudom, hogy nagyon fontos szerepe volt, van és lesz. Ugye folyamatosan tárgyaltunk arról, hogy a fürdőt bővítenünk kell. Nem elég ez a mérték, amely most rendelkezésre, ezt meghúsította pillanatnyilag a tűz, de mindnyáján azon leszünk, hogy minél hamarabb a kárt helyreállítsuk. Az üzemeltető jelenleg az újranyitás lehetőségeit mérlegeli, például a kinti medencék és a szauna világ megnyitásával. Így remélhetőleg hamarosan ismét látogatható lesz a Tamási Termálfürdő.